Szóval az Úr dolgozik rajtam mindeközben, és nagyon sok minden kavarog a szívemben. Dolgozik rajtam, dolgozik a kapcsolatunkon, és gyógyít. Gyógyít. És most ugyan a gyógyítás sorozatban vagyunk, de ő most a lelkemet gyógyítja. Nagyon komolyan. Nem csak fizikailag. És néha azt hiszük, hogy ó, már meggyógyultunk, és kiderül, hogy még további gyógyulásra van szükségünk. És gyógyítja a kapcsolatainkat, és a kapcsolatunkat vele. Gyógyítja az Isten képünket, és igazából nem erről akartam beszélni, de benne vagyunk még ebbe a gyógyulás sorozatba, és én érzem, hogy van még itt egy-két téma, amit egy-két szál, amit így el kéne varni a végén, és közben forrong bennem egy teljesen másik üzenet, ami talán még nem üzenet, de az Úr napról napra dolgozik rajtam, és érzem, hogy az is hamarosan kikívánkozik, és ez lesz a már régóta beígért újra gombolva sorozat, és jövő héten nem lesz itt alkalom, tudjatok róla, nem lesz alkalom, mert megyünk együtt, hova? Túrkevére fogunk menni, eltöltünk együtt egy wellness hétvégét, ez nem egy gyülekezeti szeminárium, meg alkalom lesz, meg előadások, nem lesznek Isten tiszteleti alkalmak, hanem csak közösségben leszünk, beszélgetni fogunk, fürdőzni fogunk, wellnessezni fogunk, talán lesz valami kis játék, vagy valami, én készülök, egyik este lesz egy mozi este, és 15 évvel ezelőtt olvastam egy regényt, ami nagyon fölkavart akkor, és nagyon nagyot formált az Isten képemen, de úgy, hogy nem maga a regény formálta, mert én 5 éve már egy kegyelmi gyülekezetbe jártam, ahol Isten kegyelmét prédikálták, olyan módon, amit én korábban soha nem hallottam. És amikor olvastam ezt a regényt, ez elkezdett együtt rezdülni azokkal az igékkel, amiket én egy új megértéssel a kegyelem szövetségében, az új szövetség fényében, amit hallottam, és ami már a szívemben volt. Egy-két dolog elkezdett rezdülni bennem, ahogy olvastam ezt a regényt, és életem első könyve volt, pedig több száz könyvet elolvastam már korábban, 15 évvel ezelőtt, akkor életem első könyve volt, amit ahogy a végére értem, azonnal elkezdtem és elolvastam újból, mert annyi üzenet és részlet volt benne, és egyébként nem figyeltem fel egy csomó mindenre, a legtöbb dolog elment a fejem mellett. A legtöbb dolgot észre se vettem, eltelt azóta, amióta elolvastam kétszer, 15 év, ebből 10 konstans módon telt el, és az utóbbi 5 évben az Úr elkezdte megnyitni az igéjét, és elkezdte fölpattintani a szememet egy-két olyan igazságra, amiket, akik követtek bennünket és hallgattok, tudjátok, hogy szoktam így néha-néha már elszólni dolgokat, bizonyos olyan polgárpukkasztónak tűnő kijelentéseket, vagy inkább valláspukkasztónak tűnő kijelentéseket, hogy nem úgy van az, ahogy tanultuk évtizedeken, vagy esetleg évszázadokon keresztül, bizonyos dolgokra hallottatok már tőlem ilyeneket, egy-két ilyen elszólást, hogy az Atya nem hagyta el Jézust a kereszten, amit tanultunk mindig, hogy én Istenem, miért hagytál el? És én meggyőződéssel mondom, hogy nem hagyta el. Sőt, nem hogy nem hagyta el, hanem az a tanítás, amin fölnőttünk, hogy az Atya elhagyta Jézust a kereszten, ez az evangélium kinyírása. Ez az ördög tanítása, a sátáné, az evangélium kinyírása, mert ez teszi a szívedbe bele azt a félelmet, hogy ez az Isten téged is bármikor el fog tudni hagyni. De nem hagyta el, a bűn nem választ el bennünket, Istentől soha, hiába tanultad ezt a vallásban, Jézus bűnné lett értünk, és a bizonyíték, hogy az Atya nem hagyta el a bűnné lett Jézust a kereszten, a bizonyíték annak, hogy téged sem hagy el soha.
De ezt most lezártam, már voltak ilyen kiszólásaim, pár igét meg magyarázatot adtam is hozzá, most nem adok, úgyhogy ha most hallod először, akkor ez eretnektek tűnik számodra, de a komplett bibliai tanítást fogom hozni hozzá, mert most már lassan, ha mindent egybeveszünk, 20 éve dolgozik az Úr ezzel keresztül rajtam. És a lényeg az, hogy 15 évvel ezelőtt én ezekre még nem figyeltem föl. Ezek a dolgok az utóbbi 5 évben, nyitotta az Úr ki a szememet ezekre, egy néhány dologra, és csak így kezdtem rácsodálkozni, fölfigyelni, kérni Istent, hogy mutassa meg magát, hogy jelentse ki magát, hogy adjon megértést az evangéliumra, a megváltásra, hogy ez miről szól, mi az a rengeteg dolog, amit nem vettem észre, amit nem láttam. És az elmúlt években dolgozik az Úr rajtam, és én egy olyan ember vagyok, aki lehet, hogy megérzek valamit szívből, de én egy ilyen analitikus, két lábbal a földön járó, ilyen logikus, ilyen gondolkodó ember vagyok, úgyhogy ha az üzeneteimet figyeled, azok általában az ige alapján állnak. Ezért prédikálok sorozatokba, mert kötődik az egyik a másikhoz, épül az egyik a másikra, igét igével, és addig hiába a szívem érez valamit, én így nőttem föl, hogy ez a könyv, a Biblia Isten beszéde, Isten kijelentett beszéde, és amíg a szívem érez valamit, de az igéből nem tudom alátámasztani, addig nem tudja a szívem elfogadni. És az Úr dolgozik rajtam az elmúlt években, kezdi alátámasztani az igéből, kezdi megmutatni a tévedéseimet az igéből, úgyhogy fogok ezekről sokat beszélni, de ami az érdekes az, hogy itt van még mindig ez a fránya gyógyulás sorozat. Most mondom, hogy fránya gyógyulás sorozat, de nem, mert annyi mindent kaptunk belőle, ugye? Sokat az Úr gyógyított minket ez alatt. De közeledünk a végéhez, még érzem, hogy van itt egy-két elvallatlan szál, amiben az Úr szeretne nekünk adni, és így voltam a mai üzenettel is, csak azért vagyok fölkavarodva, mert valahogy megint így tolódott az utolsó pillanatra, tudtam a témát, hogy mi a téma, de kéne készülni az üzenetre, és csak így tolódott, és nem baj, majd ma, és akkor leültem 10 órakor, ma délelőtt, és hogyan, hogy nem, de elmoziztam a délelőttöt, és megnéztem egy filmet. Megnéztem azt a filmet, aminek a regényét olvastam 15 évvel ezelőtt, és amit újra olvastam az elmúlt hónapban. És 30 éves koromban, amikor Isten a kegyelméről elkezdett nekem beszélni, és megérintett, akkor sírtam. Először ott ültem az üzenetem, emlékszem, Slingló Sanyinál ültem. Hát tudjátok képzelni, ott ültem, és sírtam, és potyogtak a könnyeim, mert Isten szólt hozzám. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy van ez, mert nem emlékszem, hogy én valaha sírtam volna, és emlékszem, hogy 30 évesen visszagondoltam az időben, és arra emlékeztem, hogy 10 éves koromban sírtam utoljára. És elkezdtem gondolkodni azon, közben volt ilyen időszak, hogy lehet, hogy beteg vagyok, hogy érzelmileg, hogy egy érzéketlen tuskó vagyok, mert legalább 20 éven keresztül nem tudtam sírni. Ezt értitek? Nem jött ki könny a szememen. 10 éves koromtól 30-ig. És 30 éves koromban, pedig mikor Isten a kegyelmével megérintett, sírtam. És figyelj csak, ma hálás vagyok, hogy a család elment, az egyik fele Balatonon, a másik fele Hódmezővásárhelyen. Néztem a mozit, néztem, és felszakadt. És ki van száradva, vagy a szemem még mindig, fölszakadt, és csak bőgtem, és nem bírtam magammal. És a minden jelenetek, apró jelenetek, amit észre se vettem, és ugrottak be hozzá az igék. És egy film, ami 15 évvel ezelőtt, mikor megjelent, fölbojdult tőle az egyház, rengetegen eretnekséget kiáltottak, rengetegen azt kiáltották, hogy Isten káromlás, hogy New Age, hogy ennek a könyvnek semmi köze a Bibliához, és a könyv szívemből szólt, és igék, és mert részletek,
néztem a filmet, részletek, amit észre se vennél elsőre, valahol a háttérben történik valami, és minden egyes részlet fontos, és olyan dolgok történik, hogy csak látom, hogy mi történik, és felszakadt, és bőgtem, és szakadt ki belőlem hangosan, nem volt otthon a család. Úgyhogy egy ilyen délelőttön vagyok túl, és nem tudom, hogy ezt miért mondtam el, de csak azért, hogy mert ez buzog a szívemben. Úgyhogy megyünk egy hétvégére most, Túrkevére. Megyünk egy hétvégére, és Túrkevére megyünk egy hétvégére, és lesz egy mozi este. Együtt mozizni fogunk, hozok egy meglepetés filmet nektek, és aztán hadd dolgozzon a film, meg aztán lehet, hogy esetleg beszélgethetünk is róla, de amúgy meg egy laza program lesz, fürdőzni fogunk, megismerni egymást, szeretni egymást, és az a vágyam, hogy ez a hétvége arról szóljon, hogy Istennek az apai szeretetébe tudjunk elmerülni. Mert ez az új szövetség kijelentése, és ez az, amit nem értettünk. Mi se értettünk a hívő életünkben, és a Biblia egy sztori, ami bemutatja azt, hogy az emberiség hogyan nem értette ezt, hogy fordított hátat Istennek, és hogyan nem értette Istennek az édesapai szeretetét. És ez a vágyam, és ezt hiszem, hogy ez a hétvége erről fog szólni, hogy elmerülünk Istennek az édesapai szeretetében. Na, ezután a kis tekergőzés után azért összeraktam egy néhány igét, és hál' Istennek nem hosszú a mai üzenet, de visszakanyarodok egy kicsit a gyógyuláshoz, mert egy nagyon fontos gondolat, és azt hiszem, hogy nem lesz hosszú az üzenet, de egy fontos gondolat, amiben építkezünk, és a múltkori üzenetet szeretném tovább folytatni. Itt voltátok, hallgattátok a múltkori üzenetet, emlékeztetek, a múltkori üzenetben a gyógyulás sorozatban vagyunk, sok mindenről beszéltünk. A 8-9-10. Részben lefektettük a gyógyulásnak a csúnya szóval a teológiáját, az új szövetségi teológiát, hogy ez a miénk, és rákanyarodtunk a hit szerepére, hogy mit jelent a hit, és a múltkori alkalom arról szólt, hogy a hit leginkább csak az, hogy fölismerjük a valóságot, és megértjük az igét. Megérteni az igét, erről szólt a múltkori alkalom, és az alapigénk Máté 13:19-ből volt az útfélre esett mag. Amikor Jézus mondja, hogy a magvető megy, hinti a magot, hinti az igét. Az ige a mag, hirdeti az evangéliumot, hirdeti az örömhírt, hirdeti az igét, és különböző helyre esnek a magok a jó földön kívül, és az egyik, amikor nem a földre, nem a szántóföldre esik, hanem ott megy mellette az út, a szántóföld mellett, hinti, és ahogy hinti, a szélén már nem a szántóföldre, hanem már az út szélre esik. Az út szél kemény, le van taposva, ma már ráadásul beton, nem tud belemenni, nem tud meggyökerezni, és jönnek a madarak, és elkapkodják. És ezt mondja Máté 13:19-ben, mikor elmagyarázza ezt, hogy mindenkihez, aki meghallgatja az Isten királyságáról szóló igét, de nem érti meg, ahhoz eljön a gonosz és elragadja a szívébe hullott magot. És ez volt a témánk múltkor, hogy fontos, hogy az igének az összefüggéseit megértsük, és ne csak az elménkben értsük, hanem a szívünkbe menjen le, de majd efelé fogunk kanyarodni a következő alkalommal, hogy az ige hogy megy a szív mélyére. Most arról beszéltünk múltkor, hogy meg kell értenünk, mert annyi mindent értettünk félre. Ugye, Dávid, beszélgettünk az úrvacsoráról például, hogy miért van ott a rengeteg figyelmeztetés, hogy ki lesz beteg, meg hogy, és meg kellett értenünk az igének az összefüggéseit, mert ha nem értjük, akkor nem működik. És aztán kicsit tovább Máté 13-ban azt mondja a Biblia, hogy ennek az igének be kell hullnia a szívünkbe, és szárba kell szökkennie. A hit föl kell növekedjen. A hit akkor fog működni, ha föl fog növekedni. Isten igéje csinálja a csodát, ez a mag behullik a szívünkbe, ha nem értjük, akkor a gonosz elkapkodja, ha megértjük, behullik, és utána föl kell nőjön, szárba kell szökkenjen, de ez majd még egy következő téma. És ezért mondja lejjebb, hogy a mennyek ország olyan, mint a mustármag, amelyet az ember elvet a szántóföldbe, ez kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz minden veteménynél, és még az égi madarak is szállást találnak rajta. Tehát a hitnek ki kell csíráznia, és föl kell növekedni.
akkor lesz egy működő hit az életemben. Egy olyan hit, amire rá tudom állítani az életemet. De a múltkori alkalom még csak arról szólt, hogy ezt megelőzi, föl se tud nőni, ki se tud csírázni, ha nem értem az igét. Ha nem értem, akkor az ördög, az ellenség még azelőtt kikapkodja az igét a szívemből, mielőtt kicsirázhatott volna. Úgyhogy beszéltünk az összefüggésről, a megértésről, és leírtunk egy kört a gyógyulás témájában. A gyógyulást megnéztük, hogy hogy kapcsolódik a gyógyulás a kenyérhez. A kenyér Jézus teste. Jézus teste az összetöretés. Mit jelent az összetöretés? Ezek a sebei. És hogy a sebei egy árat jelentenek, amivel ő fizetett. És ez az ár, aminek az árán mi meggyógyultunk. És így írtunk körbe. Gyógyulás, ez kenyér. Ugye azt mondja, a gyógyulás a fiak kenyere, ezt mondja Jézus, a fiak kenyere. A gyógyulás nem jó a fiak kenyerét a kutyáknak adni. Tehát a fiak kenyere, vagyis Isten minden gyermekének a joga a gyógyulás. És a fiak kenyere az úrvacsorában jelenik meg, ahol Jézus megtöri a kenyeret, ez a megtöretés, és azt mondja, hogy vegyétek, mert ez az én testem. A kenyér, ez az én testem, hogy megtöretik, érettetek töretik meg. És miért törték össze? Ezt mondja Péter a levelében, Ézsaiás 53 és 1 Péter 2, 24, azért, hogy a sebei árán meggyógyultatok. A sebei árán meggyógyultatok. És aztán itt térünk el Korintushoz, aki szintén az úrvacsoráról beszél. Jézus az utolsó vacsorán elmondja ezt, hogy ez az én testem, érettetek töretik meg, a sebei árán meggyógyultunk. És Pál 1 Korintus 11.30-ban elmagyarázza, hogy az úrvacsora nem azonos a hagyományos zabálással, hanem ezt meg kell különböztetni tőle. A vér, a pohár Jézus vére, ami a bűneitek bocsánatára ontatott ki, és a kenyér Jézus teste, ami megtöretett érettetek azért, hogy a sebei árán meggyógyuljatok. Különböztessétek meg, értsétek meg, mondja Pál, mert ha nem különböztetitek meg, aki nem érti, azt mondja Pál, ezért betegek és gyengélkednek sokan közöttetek, és halnak meg ide korán, mert nem értik az igét, hogy Jézus teste, a kenyér érettetek töretett meg, hogy a sebei árán te meggyógyuljál. Ez volt a múlt alkalmunk, és igazából a mai alkalommal szeretnék ehhez kapcsolódni három pontban. Az első, ez a megértés. Értjük az igét, ugye beszéltünk erről a körről, de arról beszéltünk, hogy a sebei árán gyógyultuk meg. Úgyhogy ma szeretnék egy picit erről az árról gondolkodni. Hogy mit jelent a megváltás? Mit jelent az, hogy volt egy ár? Mit jelent ez? Megérteni, hogy mit jelent számunkra a megváltás? Mit jelent az, hogy az ő sebei árán gyógyultunk meg? És aztán múlt alkalommal föltettünk egy kérdést, ha emlékeztek a végén, amikor Pál apostol az úrvacsorán mondja, hogy és az ő halálát hirdessétek, amíg el nem jön, amíg vissza nem jön, és közben mondjuk, hogy mi keresztények, mert mindig azt szoktuk mondani, mikor egy megfeszített Jézus van, hogy ti nem az evangéliumot hirdetitek, nem a halál a lényeg, hanem a föltámadás, ugye? A föltámadását hirdetjük, nem az a lényeg, hogy meghalt, hanem hogy föltámad, mert mi is föltámadunk, és életünk lesz. Tényleg ez a lényeg, de így fejeztük be a múltkori alkalmat, hogy akkor Pál miért mondta, hogy a halálát hirdessétek. Miért mondta, hogy a halálát hirdessétek. És az 1 Korintus, Pál több helyen beszél erről, 1 Korintus 1.23-ban azt mondja, hogy mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. 1 Korintus 2.2-ben azt mondja, hogy nem akarok tudni közöttetek semmi másról, csak Jézus Krisztusról, és róla is úgy, mint megfeszítettről. Tehát ő nem csak azt mondja, hogy mint a feltámadottról, hanem mint megfeszítettről, mint halottról, mint megfeszítettről. A halálát prédikáljuk. És aztán a Korintusban mondja, hogy mert valamennyiszer eszítik ezt a kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak a halálát hirdessétek, amíg el nem jön. Úgyhogy ebből a három kérdésből a második kettőt ezt azonnal meg is válaszolom, csináljuk így az elején, és akkor ezt nem kell sokáig húzni, és aztán mehetünk tovább az első kérdéssel, a megváltással. Tehát miért a halálát hirdessük? Azért a halálát hirdetjük, mert a halálával fizetett a mi szabadságunkért.
ez az evangélium. És ezt meg fogjuk mindjárt nézni. A halálával fizetett a szabadulásunkért, és a halálával fizetett a gyógyulásunkért. Az élete volt a váltságdíj, egy fizetés, egy váltságdíj, amivel fizetett. És azért kell emlékeznünk a halálára, mert amikor a halálára gondolsz, akkor azt kell tudnod, hogy ő fizetett. A halál nekünk járt volna, a bűneink miatt, nekünk járt volna, és ő helyettünk halt meg. Jézusnak van egy helyettesítő áldozata, ezt nem tagadjuk, mert sokan mondják, hogy nem, Jézus helyettünk halt meg, helyettünk vette magára a halált. A kérdés csak, hogy kinek a haragja volt rajta, ez már kérdés, ezt vitatjuk. Én már most már kimerek állni, és vitatom a teológiát, és azt mondom, hogy nem volt rajta az Isten haragja, de ez majd a jövő, de egy helyettesítő halált halt. A halált, amit halt, a sátán mérte rá, a sátán akarta te rád mérni. Jézus azt mondja, én és az Atya egyek vagyunk. A pusztító az, aki azért jön, hogy öljön, raboljon és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen. Oké? Tehát fontos különbséget tenni. A sátán az, aki öl, rabol és pusztít. Isten célja egyetlen dolog az, hogy te élj, hogy neked életed legyen. Hogy neked életed legyen. Úgyhogy nem Isten akart megölni téged a bűnödért, Isten életet akart adni neked a bűnöd ellenére. A sátán az, aki jogot formált ránk a bűneink miatt, a sátán az, aki jogot formált, és ő akart halált mérni rád. Oké? Máté 20:28 azt mondja, hogy mert az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ő az életét váltságul adta. Hallottátok már ezt, hogy váltságdíj? Ezt a fogalmat? Hol hallunk ilyeneket, hogy váltságdíj? Kinek szoktunk váltságdíjat fizetni? Elítélteknek bőrt? Túlszejtés? Túlszejtés? Kikért? Túlszejtésnél. Váltságdíjat kikér? Túlszedő kér váltságdíjat, nem? A túlszedő. A börtön is jó, de ott inkább mit fizetnek, hogy ki tudja eljönni, az nem váltságdíj? Óvadék. Az az óvadék. Váltságdíjat a túlszedő kér. Minket túlszul ejtettek. A sátán túlszul ejtett. Jézus váltságul adta önmagát. Úgyhogy, ha emlékeztek a sorozatunknak a legelején az alapigénkre, mi volt az alapigénk, amivel indultunk, példabeszédek 4:20-szal indultuk, és ezt többször is elővettük már, ami azt mondja, hogy fiam, figyelj a szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra, ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Életet adnak azoknak, akik megtalálják. Úgyhogy ha egy címet akarunk adni a mai üzenetnek, akkor ez lehet a címe, hogy találj váltságdíjat és élj. Életet adnak azoknak, akik megtalálják, és a mai célunk az, hogy váltságdíjat találjunk és éljünk. Az első kérdés az, hogy miért volt szükségünk megváltásra? Miért van, vagy miért volt szükségünk megváltásra? Ezt már érintettük az elején. Hozok hozzá most még egy igét. Jó, Lukács 13:11-16-ban van egy történet. Ez megint egy olyan ige, amit elővettünk már a sorozat alatt, vagy 4-szer. Emlékeztek arra, hogy néha előveszünk egy-egy igét, ami tök más értelembe vesszük elő, mert mindig egy másik szót nézünk meg benne. Lukács 13, mert ezt mondja, a 16. versbe, ez a 18 éve görnyedt asszonynak a meggyógyítása. Ezt már citáltuk, ezt a verset. És azt mondja a 16. versbe, hogy Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Emlékeztek, hányszor beszéltünk erről? Miket néztünk meg? Az első alkalom megnéztük ebbe azt a szót, hogy sátán. Hogy megkötözött a sátán. Volt egy alkalmunk, ami erről szólt, amikor helyre tettük, hogy a betegség Istentől van, vagy az ördögtől, vagy kitől.
És azt mondtuk, hogy megkötözte a sátán. Tehát Jézus a sátánnak tulajdonította a betegséget. Aztán egy második alkalommal megint előtt citáltuk ezt a verset, és akkor azt néztük meg benne, hogy Ábrahámnak ezt a lányát. Emlékeztek, amikor Jézus kimondja, hogy Ábrahámnak ezt a lányát vajon nem kellett-e meggyógyítani? És arról szólt az üzenetünk, hogy a gyógyulás a gyermekeknek a kenyere, és Jézusnak azért volt fontos, hogy nem úgy mondta, hogy egy asszony, hanem kimondta, hogy Ábrahámnak a leánya, az Ábrahámnak adott áldás miatt járt neki a gyógyulás, ugyanúgy, ahogy neked is jár. Ez volt a második alkalom. Aztán elővettük egy harmadik alkalommal ezt a verset, amikor azt a szót vettük ki belőle, hogy Ábrahámnak ezt a lányát nem kellett-e föloldani. És azt mondtuk, hogy kellett, mert egy szövetség, egy szerződés miatt joga a gyógyulás. Ugyanúgy, ahogy neked is jogod. Az új szövetség, a szerződés miatt joga. És akkor mondtuk azt, hogy az igében minden szó fontos, úgyhogy most egy negyedik szóra szeretném a figyelmeteket ráirányítani ebből az igéből, mégpedig erre a szóra, hogy kötelék. Kötelék. Azt mondja Jézus, hogy Ábrahámnak ezt a lányát, akit 18 éve megkötözött a sátán. Erre figyelünk ma a kötelékre. Miért volt szükségünk megváltásra? Mert beestünk egy csapdába. A túszejtőnek a csapdájába estünk. A sátán megkötözött bennünket. Az ördögnek a kötelékében voltunk. És nem csak ez az asszony volt az ördög kötelékében, aki 18 éve meggörbült, hanem Péter, amikor prédikál Kornéliusnál, és az evangéliumot hirdeti, ami ránk is érvényes ma, akkor így szól Péter Apcsel 26.17-ben. Ja nem, Apcsel 10.38-ban, bocsánat, kicsit lejjebb tekertem, mert Apcsel 10.38-ban Péter azt mondja, hogy a názáreti Jézust felkezdte az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött. Az ördög igájában, az ördög fogságában vergődtünk mindannyian. A fogságában. Úgyhogy, és mind a két ige azt is mondja, hogy a betegség is az ördög igája. Tehát a meggörnyedt asszony a sátán köteléke miatt volt meggörnyedve. Péter meg azt mondja, hogy meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a betegségek az ördög igája, az ördög köteléke miatt kerülnek ránk. Nem azért, mert Isten nevel vele, hanem az ördög köteléke miatt. És Pál kap egy küldetést. Apcsel 26.17-ben kap egy küldetést Pál apostol, és azt mondja, a pogányokhoz küldelek, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. A sátán hatalmában, a sátán kötelékében, a sötétség hatalmában voltunk, hogy a sötétségből, a sátán hatalmából a világosságra térjenek. Tehát ezért volt szükségünk megváltásra, mert a sátán igájába és a sátán hatalmába voltunk. És Jézus kiváltott minket az ördög hatalmából. A megváltás az erről szól, hogy az ördög fogságából, az ördög igájából, az ördög hatalmából váltott ki. Ezt érteni kell, mert szabad vagy, érted? Szabad. A betegség a sátán igája, a bűn a sátán hatalma. És szabadok vagyunk, ahogy ez ige mondja, hogy a bűn nem uralkodik többé rajtatok, mondja a római levél. Föl kell ismerni az, hogy szabad vagyok, amikor Amerikában eltörölték a rabszolgaságot, nem tudom, az mikor volt, mikor eltörölték, olvastam annak idején ilyen regényt róla, eltörölték a rabszolgaságot, és kezded el, egy csomó ilyen földes úr, meg a gyapotmezőkön kidolgoztak a rabszolgák, egyszerűen nem mondták meg nekik, hogy el van törölve a rabszolgásék, és egy rabszolga telepen ott dolgoztak, és a rabszolgák nem értesültek róla, hogy törvényileg eltörölték a rabszolgaságot, és évekig, évtizedekig még rabszolgaságba tartották az embereket, mert nem tudták, hogy szabadok. Érted? Jézus kiváltott minket az ördög hatalmából, és ezt nekünk meg kell érteni, hogy szabadok vagyunk.
A sötétség hatalmában voltunk. Ezt több helyen mondja a Biblia. A sátán hatalma, a sötétség hatalma. Fizetett értünk, és váltságdíjat fizetett, és ezt megnézzük most, hogy kinek, hogyan. És a sötétség hatalmából átvitt minket egy új királyságba. A sötétség hatalma ez a sátán országa, és átvitt minket a szerelmes fiúnak az országába. Hósás 13-14-ben már megígéri ezt egy proféciában Isten, és ezt mondja Hósás 13-14. Megváltom őket a Seol hatalmából. A Seol ez a pokol. A pokol ez a sátánhoz kötődik. Megváltom őket a Seol, a pokol hatalmából. Mi a sátán hatalma alatt voltunk. Megmentem őket a haláltól. Hol van a te veszedelmed, ó halál, hol van a te romlásod, ó Seol? Ezt Pál is idézi később. Oké, és ebben az igében az első szó, amikor ezt mondja, hogy megváltom őket a Seol hatalmából, itt az eredeti héber konkrétan azt mondja, hogy fizetek értük a Seolnak. Váltságdíjat fizetek értük. Úgyhogy Jézus fizetett egy váltságdíjat a sátánnak. Akár tetszik, akár nem. Tudom, hogy a teológiánkban azt tanultuk, hogy nekünk egy bűntartozásunk volt Isten felé, és Jézus helyettünk átvállalta a tartozást és fizetett Istennek, majd amikor odaérünk, meg fogom mutatni mindazt a 40 igét, ami erről szól. Jézus váltságdíjat a Seolnak fizetett, a Seol hatalmából váltott ki bennünket. Ez egy túszmentő akció volt. Róma 8.32, Máté 20.28, ezt már néztük az előbb, amikor azt mondja, hogy az emberfiú azért jött, hogy szolgáljon és életét adja váltságul, váltságdíjként, fizetségként adja az életét mi helyettünk. Amikor mi elbuktunk, amikor Ádámban bűnösek lettünk, a sátán hatalmat formált ránk. A sátán a halálba akar vinni bennünket. Ő az, aki az embergyilkos kezdettől fogva. Ő az, aki vádol, ő az, aki Isten előtt áll, és azt mondja, hogy te halálra méltó vagy a bűn miatt. És Jézus váltságul adta önmagát. Ezért halt meg. A sátán minden gonoszságát Jézusra mérhette rá. Róma 8.32 azt mondja, hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És ebben az igében az odaadta, Isten az, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem odaadta, ez a görögben az a paradidómi, ami azt jelenti, hogy kiszolgáltatta. Kiszolgáltatta. Isten a szeretet fiát átadta, kiszolgáltatta, értünk. Kiszolgáltatta. Amit látsz a Kálvárián, a kereszten, ami Jézust érte, ez azért volt, mert Jézus az Atya Jézust kiszolgáltatta, mi érettünk. Kolossi 1.13 azt mondja Jézusról, hogy ő szabadított meg bennünket a sötétség hatalmából. Oké? Tehát a sátán fogságában és a sötétség hatalmában voltunk. És ő vitt át minket szeretett fiának országába, és így folytatódik, akiben van a mi megváltásunk és bűneink bocsánata. Akiben van a megváltásunk és bűneink bocsánata. Jézus, ő maga volt a megváltás, ő maga volt a váltság. Tehát nem azt mondja, hogy aki csak fizetett értünk, hanem ő benne volt, ő maga volt a váltság, ő maga volt a fizetség. Azért, hogy minket a sötétség hatalmából, ha sötétség ejtett fogjul minket, a sátán ejtett minket a hatalmába, és Jézus egy túszmentő akciót csinált, helyettünk saját magát ajánlotta föl a sátánnak. De mivel ő igaz volt, azt írja a Biblia róla, hogy a halál nem tudta őt fogva tartani, mert ő igaz volt. Őt nem tudta fogva tartani, és föltámadott harmadnapon. És vele együtt mi is föltámadtunk, de ezt majd meg fogjuk később nézni. Oké, tehát Jézus fizetett értünk, úgyhogy saját magát adta váltságul, a vérével fizetett a bűneinkért, a vérében van a bűneink bocsánata, és a testével pedig a sebeivel a gyógyulásunkért. A sebei árán gyógyultunk meg. Mondja 1 Péter 2.24, az ő sebei által gyógyultatok meg, idézi Ézsaiást.
1 Péter 1.18 azt mondja, hogy tudja, hogy tudva, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez volt a megváltás. A sátán, a pokol és a sötétség hatalmából lettél megváltva, nem Isten haragja alól, hanem a sátán és a pokol hatalmából. Ez egy túszmentő akció. Jézus volt a váltság, ő lett kiszolgáltatva értünk, azért, hogy mi szabadok legyünk. És Jézus, amikor önmagát odaadta váltságul, van egy ilyen ige is, ami mondja, hogy önmagát adta váltságul, és áldozatul értünk, és Istennek tetsző áldozatul. Van egy ilyen ige, hogy Istennek adta magát áldozatul, ezt majd magyarázni fogom, amikor a megváltásnál leszünk, mert van egy-két ilyen ige, amiből az látszik, mintha Jézus Istennek, Isten haragja miatt mutatott volna be Istennek egy áldozatot, mint az Ószövetségben. Tudjátok, az Ószövetségben áldozatokat mutattak be azért, hogy Isten haragját kiengeszteljék. És az új, a modern teológia átvette ezt az ószövetségi képet, miközben a Biblia egy előre haladó kijelentés. Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy ma Jézuson keresztül szólt hozzánk Isten. Régen a proféták által, de azok csak árnyékok voltak, azok előképek voltak. Ott volt az Ábrahám és Izsák előképe, hogy Ábrahám Izsákot adja Istennek. De ez egy ószövetségi előkép, amikor Istennek visszük az ajándékot. Az új szövetségben a teológia rájött, hogy megfordult a dolog, nem mi vittük az áldozatot, hanem Isten hozott áldozatot. Isten hozza a bárányt. Csak azt felejtettük el észrevenni, hogy nem csak ez fordult meg, hanem az is megfordult, hogy nem Istennek volt szüksége az áldozatra, mert ő nem hajlandó megbocsájtani addig, amíg nem folyik vér, hanem nekünk hozta az áldozatot. Jézus Krisztus nekünk adta oda. A vérére nekünk volt szükségünk. Jézus Krisztus azt mondta, ez az én vérem, így átok, mert ebben lesz, ez ti érettetek, mondhatik ki. Oké, tehát ez az új szövetség. És Jézus, amikor váltságul adja saját magát, akkor ez akkor van, amikor elfogják őt. A tanítványokkal megy, és jön Júdás, aki elárulta, és elfogják őt. Nézzük meg ezt a történetet. Jó, hogy mit mond itt Jézus, hogy ő hogy értelmezi ezt a váltságot itt. Lukács 22:53. Jönnek elfogni őt, és elkezdik vádolni, és Jézus azt mondta, ezt mondja, minden nap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez itt most a ti órátok és a sötétség hatalmának az ideje. Azt mondja Jézus, hogy eljött a sötétség órája. A kereszt. Ezt hívta a sötétség órájának. Eljött a sötétség hatalmának az ideje. Annak a sötétségnek, aminben mi voltunk a sötétség hatalma alatt. És Jézus azt mondja, hogy most itt vagyok, és eljött a sötétség hatalmának az ideje az én életemben, mert én fogom adni magamat. És ha olvassuk, a másik evangélium azt mondja, János 18:4, Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, a sötétség hatalmának az ideje jött el. Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Kit kerestek? És ezek így feleltek. A názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor ezt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Tudjátok, mert én vagyok a vagyok. Ezt mondta, hogy én vagyok Isten. Én vagyok. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték. A názáreti Jézust. Jézus így szólt. Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Figyelj, ha tehát engem kerestek, ezeket itt engedjétek szabadon. Ezeket itt engedjétek szabadon. Jézus azt mondta, eljött a sötétség órájának az ideje. Jézus tudta, hogy ő megy bele a sötétség hatalmába. Egy váltságot fizetett, azt mondta, én itt vagyok, engem kerestek. A sötétség hatalma, engem kerestek, én itt vagyok. Ezeket itt engedjétek szabadon. Oké? Ez a váltság, hogy a sötétség hatalmából te
kiszabadulhattál. Ez jó, jó ez a kép? Oké? Megvannak az összefüggések? Mert minden betegség a sötétség hatalma miatt van? A sátán köteléke, a sötétség köteléke, minden bűn a sötétség hatalma miatt van, és Jézus fizetett. Fizetett. Nézzük meg a megváltás és a gyógyulás képét, egy nagyon jó kép van az Ószövetségben Jobbnál, Jobb 33-ban erről. Ha van Bibliátok, kinyithatjátok Jobb 33-nál, és ezzel fogjuk bezárni a mai üzenetet. Mondtam, hogy ez nem lesz egy hosszú üzenet. Szeretnénk megmutatni egy képet. Nagyon sokszor nézünk képeket az Ószövetségből, az Ószövetség tele van jó képekkel. Jobb 33, a betegség és a megváltás képe, 19. vers. És a 19-20-21. versben valakit látunk, aki a végét járja, aki a halálhoz közeledik. Szándékosan nem olvasok föl minden szót, meg minden mondatot, mert tudjátok, hogy az Ószövetségben sok mindent érthetünk a törvény alapján, meg egy más istenkép alapján. Ez nem tudom, vala Elihúnak, vagy nem tudom én kinek a beszéde. A képre figyeljünk. Tehát 19-20-21. vers. Egy embert mutat be, akinek fájdalma van, a csontjainak szüntelen háborgatása. Fájdalom, csontjainak a szüntelen háborgatása. Az ínye, 20. vers, undorodik az élettől. Ételtől. Köszönöm, hát igen, akkor gondolkoztam is, hogy az élettől, hogy undorodhat valakinek az ínye, de az ételtől undorodik az ínye, és a lelke is. A húsa szemlátomást aszik le róla, rothad le róla a húsa. Csontjai, amelyet látni nem lehetett, kiülnek. Kiülnek. A betegség minden részleten látszik rajta, és lelke közelget a sírhoz, és élete a halál angyalaihoz. Élete közeleg a végéhez, a sírhoz, a halálhoz, a pusztítóhoz, a halál angyala, ez ki? Aki azért jön, hogy jöjjön, raboljon és pusztítson. És akkor ezt mondja a 23. vers. Emlékeztek, hogy ezt mondtuk? Én most a Károli fordítást olvasom, hogy ezt mondtuk, hogy értened kell az igét. És ez volt a mai, hogy értsük meg a megváltást. Találj megváltást és élj. Találj váltságdíjat és élj. Ezt mondja a 23. vers. Ha van mellette egy magyarázó angyal, ez az eredetiben egy küldött. Egy küldött, aki hozza az üzenetet, aki hozza az igét, Istennek az igéjét, Isten beszédét. Azt mondja a 107. Zsoltárba Isten, hogy kiküldte az ő igéjét és meggyógyította őket. Isten beszéde gyógyít, gyógyítja a csontokat, gyógyítja az összetört lelket, gyógyítja a szívet. Isten a nagy helyreállító, a nagy gyógyító, az igéje, a beszéde gyógyít. Isten kiküldi az igéjét egy küldöttön keresztül, az angyal ezt küldöttet jelent, és azt mondja, hogy van vele, mellette magyarázó angyal. Értened kell az igét, értened kell, hogy szabad vagy. Értened kell, hogy kihozták az új törvényt, hogy a rabszolgákat felszabadították. Tudnod kell róla. Kell egy magyarázó küldött, aki elmondja, hogy szabad vagy. Mert mit ér a törvény, hogy szabad vagy, ha nem tudsz róla? Mit ér az evangélium, ha nem hallottál róla? Mit ér az evangélium az elveszett embereknek, akik meg vannak váltva, de nem tudnak róla? Érted? Ha van mellette egy magyarázó angyal, hogy az emberrel tudassa a kötelességét, figyeld, 24, az Isten könyörül rajta. Ezt figyeld, és ezt mondja, szabadítsd meg őt! Szabadítsd meg őt, ezt mondja az Isten. Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon lelke a sírba. Szabadítsd meg őt. Váltságdíjat találtam. Váltságdíjat találtam. Ez a mai üzenetünk címe. Találj váltságdíjat és élj. Váltságdíjat találtam. Azt mondja, van egy megváltás. Itt van a pokolnak a hatalma. Itt van a sötétségnek a sötétség hatalma, a sötétségnek az órája, Jézusnak ez egy óra volt, nem is egy, talán három, amikor a helyedbe lépett,
Mi a sötétség hatalma alatt vagyunk. Mi a sátán fogságában voltunk. A sátán igájában vergődtünk. A sátán hatalma alatt, a sötétség hatalma alatt voltunk. Pál küldetést kapott, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy az emberek a sötétség hatalmából a világosságra és Istenhez térjenek. A sötétség hatalmából. És azt mondja, állj meg! Találtam megváltást, a sátán jogot formált az életedre, a sátán jogot formált a lelkedre, a sátán jogot formált a testedre. És joga volt rá, joga volt, mert Ádámban mindannyian bűnösek voltunk, de azt mondja, állj meg, mert váltságdíjat találtam. Váltságdíjat találtam, és ha van egy magyarázó angyal, akkor vigye az igét, és hirdesse az igét. Váltságdíjat találtam, és figyeld, megtörténik a fordulat abban a pillanatban, ahogy váltságdíjat találtam. Beáll a fordulat, 25. vers. Akkor a teste fiatal és erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait. Újra kezdi ifjúságának a napjait. Ezt érted? Imádkozik Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát, a megigazult állapotot. Az embernek visszaadja, mert váltságot találtál. Jézus Krisztus váltsága egy teljes váltság, ami a megigazult állapotodat visszaadja, ami egy váltság a lelkedért, kiváltott a bűn hatalmából, kiváltott a sátán hatalmából, a betegség hatalmából. Váltságdíjat találtam, az embernek visszaadja az ő igazságát, és az emberek előtt énekel, és ezt mondja, vétkeztem, és az igazat elferdítettem, de nem e szerint fizetett meg nekem. Nem e szerint fizetett meg, mert váltságot kiváltott, ki vásárolt. Újra kezdi ifjúságának napjait. Hol beszéltünk erről? Emlékeztek? Ábrahám áldásánál. Ábrahám áldásánál beszéltünk a fiatalságról, arról, hogy Ábrahámnak Isten megújította az ifjúságát, és neked is megújítja az ifjúságadat. Hogy Ábrahám 170 évesen betelve az élettel ment haza. A 170 ránk nem vonatkozik, mert Isten azt mondta, hogy legyen az özönvíz után legyen az ember élete 120 esztendő, de a 120 vonatkozik ma is. Mert a tudósok, a biológusok megmondják, hogy genetikailag 120-ra vagyunk kódolva, nem 70-80-ra. 70-80-ra csak azért vagy, mert elhitted az ördög hazugságát, elhitted a törvénynek az átkát, amit Mózes mond a 90. Zsoltárában, a törvény átka, 70-80 év, és végül megfáradva, megroskadva, megbűnhődve, de Jézus Krisztus megváltott a törvény átkától, újra kezdi ifjúságának napjait, mert váltságdíjat találtam. Jézus Galata 3.13 kiváltott minket a törvény átka alól, úgyhogy átokká lett értünk. Kiváltott a törvény átka alól, és a kiváltott ez az ex agorazo, az agora, az agora, ez a piac, ez a sátánnak a piaca, ahol a sátán, mint egy árut úgy ad, vesz minket, a sátánnak a piaca, és Jézus azt mondja, hogy oda ment és kivásárolt, ex agorazo, fizetett a piacon, te érted, és szabad lettél. A rabszolga piacon megvásárolt, és szabad vagy. Élhetsz szabadon. Élheted az életet szabadon a bűnöktől. Élheted az életedet szabadon, örömmel, mert Jézus kivásárolt téged. Jób 33.25 azt mondja, akkor teste fiatal erőtől duzzad, és újra kezdi ifjúságának napjait. Miért? Mert Krisztus megváltott a törvény átkától azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké lehessen. Úgyhogy tudd, hogy a megváltás erről szól, hogy Jézus Krisztus a helyedbe lépett, magára vette a betegségeidet, ezt mondja a betegség ismerője, Ézsaiás, a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat hordozta. A mi bűneink is rajta voltak, a bűneink rajta voltak, a betegségeink rajta voltak. Az elhagyatottság érzésünk rajta volt. Mi beszélünk erről, ezért kiáltott föl a kereszten, én Istenem, miért hagytál el?
mert te úgy érzed, hogy az Isten elhagyott téged, de nem hagyott el. És Jézusnak a következő mondata az volt, hogy atyám, a kezedbe teszem le az életemet. Soha nem hagyta el az atya. Soha nem hagyta el. Kolosé azt mondja, hogy tetszett az egész teljességnek, a teljesség az atya. Tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék a Krisztusban, akkor, amikor a kereszten békességet szerzett a kiontott vére által. Az atya szerzett a vére által a Krisztusban. Az atya volt az, aki fölment a keresztre és a Krisztusban, és ez tetszett neki. Nem, hogy elhagyta. Nem hagyta el, és téged sem hagy el soha. Jézus magára vette a betegségedet, a bűnödet, az elhagyatottság érzésedet. Mindent magára vett, belelépett a helyedre. Váltságul adta az életét, önmagát, te érted. A sátán hatalmából váltott ki. Oda ment, és azt mondta a sátánnak, megkaphatsz engem. És a sátán megkaparintotta Jézust. Megkaparintotta, szétkorbácsoltatta, szétverette, azt hitte, hogy ha megöli, akkor vége lesz a megváltásnak. A sátán haragja volt Jézuson, nem az Isten haragja. Tudom, hogy ezt tanultuk, hogy az Isten haragudott rád a bűneid miatt, és a haragját valahol ki kellett önteni, mert anélkül nem tud megbocsájtani, de a mi Istenünk nem ilyen. A mi Istenünknek a megbocsájtása az, hogy elengedi az adósságot, és tele van a Biblia ezzel. Elengedi! Tudom, hogy a vallás azt mondta, hogy ő soha nem engedi el, mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, de ez tök mást jelent ez az ige, majd elmagyarázom, mit jelent, tök mást jelent, a vérre neked volt szükséged, nem Istennek, nem ő volt vérszomjas, nem ő mondta azt, hogy elloptátok az almámat, itt valakinek fizetni kell. Ő szeretett téged, és az életét adta, te érted, mert veled akart élni, veled szeretett mindennél jobban, testet öltött, én és az atya egyek vagyunk, tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjon Krisztusban, és békességet szerezzen a keresztfán kiontott vére által. A szerető Isten soha nem hagy el téged, sőt, annyira nem, hogy emberré lesz, hogy a vérét adhassa, érted, amivel te élni tudsz. Emberré lesz, magára veszi a bűneidet. Jézus és az atya együtt, mert ők egy, szétválaszthatatlan. Annyira nem választ el a bűnöd tőle, annyira nem választ el, téged választ el a bűnöd, téged. Ádám szaladt el Istentől, a szégyen meg a bűntudat miatt. Nem Isten fordított hátat Ádámnak. A bűn nem volt jogi probléma. Tudom, hogy azt tanultuk, hogy van egy bűntartozásunk Istennek, ami igaz, van egy bűntartozásunk Istennek, mert ellene vétkeztünk, ez igaz. De a második fele, amit tanultál, hogy Isten nem hajlandó elengedni a tartozást, valakinek fizetnie kell. A jog és az igazság ezt követeli. És az igazságot csak úgy lehet föloldani, hogyha valaki más fizet helyetted Istennek, és Isten haragja majd megenyhül. Ezt tanultad. Nem. Bűntartozásunk volt Istennek. Volt egy bűntartozásunk Istennek, de ő a bűntartozásunkat elengedte. 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 Nem ő kért fizetséget. Ő adta a fizetséget. Te érted, hogy megvásároljon és kivásároljon a sátán hatalmából. Az atya és a fiú egyek. Úgyhogy megtörtént a megváltás, ő megvásárolt téged, kivásárolt a piacról, a rabszolga piacról, ex agorázó, és amikor te vásárolsz valamit, kapsz róla egy számlát. Van egy számlád, ami igazolja a tulajdonjogodat, ami ez a szabadságleveled, igazolja az, hogy te szabad vagy, te tiszta vagy, te ártatlan vagy, te szabad vagy. Ez a számla, Jézus Krisztus vére, ez volt a számla. És figyelj, mostani időkben, azt mondja az Új Szövetségben Jakab, hogy az ördög, mint ordító oroszlán körbe jár, keresve azt, hogy kit nyeljen el. Az ördög egy fogatlan oroszlán ma már. Fogatlan, mert nincs valódi hatalma, mert le lett győzve a kereszten. A bűn ki lett fizetve, a sátán, az ördög le lett győzve a kereszten. Neked kell megállni ebben a hitben szilárdan. Mert Isten úgy csinálta, hogy mi még itt vagyunk. Van egy szellemi valóság, amit a szellemi szemeinkkel látunk, amit hit által az igéből
elfogadunk, olvassuk, hisszük és bízunk benne, de itt hagyott ebben a világban. A testünk megváltására még várnunk kell. És igen, ha előbb öregszünk meg, mint ahogy Jézus jön, nem meghalunk, a testünk megromlik, de a belső emberünk megújul, újból és újból, újra és újra, úgyhogy várunk rá, várjuk a testünknek a megváltását, de amíg itt élünk, addig hitben járunk, szellemben, úgyhogy a szemeinket erre a szellemi valóságra hisszük, helyezzük. És azt mondja, a sátán le lett fegyverezve, és mint ordító oroszlán körbejár, hazudik. Keresve, hogy kit nyeljen el, de azt mondja Jakab, hogy de álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Álljatok ellene, mert van egy számlád, egy bizonyítványod arról, hogy te szabad vagy, mert helyetted fizettek. Jézus már fizetett helyetted. Úgyhogy amikor a sátán jön, és csábít a bűnnel, akkor azt tudod mondani, hogy sátán, én szabad vagyok a bűn alól. Jézus Krisztus kiváltott. Nekem nincs erre szükségem. Amikor a sátán dob egy tünetet neked, és a betegségnek a tünete megjelenik az életedbe, akkor mondhatod azt, hogy sátán, Jézus Krisztus a sebei árán fizetett én értem. Jézus Krisztus összetörhetted a kereszt előtt. Volt rá 3 órád, és össze is törted, ő fizetett, én érettem. Úgyhogy vedd el rólam a mancsodat. Azt mondhatod, hogy takarodj tőlem. Galata 5.1 azt mondja, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg titeket, álljatok meg szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Tudom, hogy a Galata belieknek ez a törvény szolgaságáról beszél ez az ige, de a törvénynek az átka a betegség, a törvény szaporította föl a bűnt, római levélben Pál magyarázza, hogy amíg a törvény alatt voltam, addig a törvény parancsolatai mindenféle kívánságokat szítottak bennem, a törvény átka volt a betegség, a törvény hozott föl mindent, betegséget, bűnt, mindent. A sátán igája, a sátán szolgasága, a sátán köteléke, ezt néztük ma, a betegség, a bűn, minden. És Pál azt mondja, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg, kivásárolt, önmagát adta, te érted, a vérével fizetett, a sebeivel fizetett, úgyhogy te tudd, hogy szabad vagy, állj meg szilárdan a hitben, és amikor a sátán jön, akkor te egyszerűen bemutatod ezt a számlát, és azt mondod, hogy én megigazultam Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus fizetett értem, fizetett, és én szabad vagyok a bűntől, szabad vagyok a betegségtől, és sátán, leveszed rólam a kezedet, nincs jogod hozzám. Úgyhogy ez volt a mai üzenet. Ha van egy magyarázó küldött, akkor értsd meg Istennek az igéjét. Értsd meg, hogy ki lettél váltva a sötétség hatalmából, hogy Jézus fizetett érted. Találj váltságdíjat, és élj szabadon. Amen.